a környezetvédelemre, az egészséges életmódra, és nem utolsó sorban a kerékpárutak kiépítésének fontosságára szeretné felhívni a figyelmet Kis Gyula, Juhász Attila és Ferenci Attila. A három kerékpáros 180 kilométeres távot tekert le a mai nap folyamán. Nem rejt egy célunk, hogy Tiszakálmánfal és Káty között képüljön a kerékpárút. Ezzel 30-35 perc alatt be tudnánk érni Újvidékre. Könnyítenénk a helyi lakosoknak az életén. Könnyebb lenne a mozgásuk. Egyben sportolnának is. A kerékpártúra végállomása Tiszakálmánfalva testvértelepülése, a magyarországi Baks. A helységgel együtt egy határon átívelő projektumban szeretnének részt venni. Közös céljuk egy olyan kerékpárútrendszer kiépítése, amely összeköti a két országot. Nagy szeretettel várnak Bakson bennünket. Valójában már ópusztaszerűen gyülekeznek a gyerekek, és polgármester úr is, és közösen hajtjuk le majd azt az 5 kilométert Baksig. Hiszem, hogy ez majd az estili órákban lesz. A hosszú útra való felkészülés 2 hónapig tartott, amely alatt a kerékpározás mellett úszással és futással is növelték az erőnlétüket.